Üdvözöllek benneteket! Aktuális feladatunkban olyan mértékegységeket keresünk, amelyekkel a szög nagyságát tudjuk kifejezni. A fölkínált mértékegységek centiméter, fok, gram, perc és másodperc. Mielőtt aláhúznánk a megfelelő mértékegységeket, nézzünk egy rövid kis elméleti bevezetőt. A szög mérésének legelterjedtebb mértékegysége a fok. Láthatjuk a jelét, pici kis köröcske felső indexként. Jelentős mértékegység még a radián is, viszont arra most nem térnénk ki. A fok valójában a körnek a 360-ad része. Ezért is mondjuk, hogy a teljes kör 360 fokos. A foktól kisebb mértékegység a perc, mégpedig a foknak a 60-ad része. Így egy fok az 60 percet ad. A következő kisebb mértékegység a másodperc. Valójában az 1 perc az 60 másodperc. Ha egy fokot szeretnénk másodpercbe kifejezni, akkor a 60-at 60-nal kellene szorozni, vagyis az 3600 másodperc. Nézzünk még két jellegzetes szöget, amelyeket a feladataink közben nagyon sokat használunk. Ezek a pótszögek és a kiegészítő szögek. A pótszögeknek az összege 90 fok, a kiegészítő szögek összege pedig 180 fok. Ha 90 fokot fok és perc segítségével szeretnénk kifejezni, az 89 fok és 60 percet ad. Ha fok-perc másodperc segítségével, akkor pedig 89 fok, 59 perc és 60 másodperc. Hasonlóképpen a 180 fokot fölírhatjuk 179 fok és 60 percként, illetve 179 fok, 59 perc és 60 másodperc segítségével. Így már könnyen ki tudjuk választani, melyek azok a mértékegységek, amelyekkel a szög nagyságát tudjuk mérni. Igen, ez a fok, a perc és a másodperc. Ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!